Gamification hogyan is működik? A gamification, magyarul eljátékosítás, nem azt jelenti, hogy csak játszunk az órákon. Ez, leegyszerűsítve, egy pontokon alapuló értékelési rendszer. Azaz, nem kettes kap egy dolgozatra egy diák, hanem mondjuk 300 pontot. A pontokat egy szinten, mondjuk egy hónap alatt kell összegyűjteni, és attól függően, hogy hány pontot szerzett egy diák havi egyet kap. Mi értelme van mindennek? Először is, ha pontokból kell összeszedni az ötöst, akkor egy dolgozatnak, felelésnek sincs akkor a tétje, nulla pont lesz. De holnap során ki lehet javítani, esetleg máshogyan bepótolni. Lehet, hogy nem sikerült jól egy felelés, de ha lehetőséget kap a diák, hogy készítsen a témában egy kis előadást, sokkal mélyebben meg fogja majd érteni az adott témakört. Átláthatóvá és kiszámíthatóvá válik a rendszer, és bármilyen furcsa, ez sokat tesz azért, hogy stresszmentes és motiváló lehessen a tanulás, és maga az iskola is. És tulajdonképpen nem ez lenne a cél, hogy hát ne azzal szembesítsük, hogy mit nem tud, hanem az iskola annak a terepe lehetne, ahol kibontakozhat, ahol ő lehet a jó, lehet sikeres, megtanulhatja magáról, hogy melyek az erősségei.